Szerintem közületek is van már olyan ember, aki találkozott ilyen és ehhez hasonló kommentekkel. Ha máshol nem, akkor az én videóim alatt. Na most arra gondoltam, hogy valamit föl kéne törni. Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs Játékos Hacker, ez pedig a csütörtöki hack egy újabb része, és ebben a mai videóban egy szuper Facebook hacker nyomába fogunk eredni, aki hát az én videóm alatt hirdette magát, hogy ő aztán mindenféle Facebook, meg Insta, meg egyéb fiókat nem tudom, feltör, majd berakok ide képernyőképet, és hát rögtön volt alá még komment is, hogy igen, nagyon jó végzi a munkáját. Na most vajon mennyi az esélye annak, hogy a YouTube végtelen tengerében az elégedett ügyfél és az egykori hacker egymásra talál, és rögtön ajánlják is egymást magyarul. Na de mindegy, is gondoltam, hogy próbáljuk ki, ha már úgyis IT biztonsággal foglalkozom, és van néhány rendszeresített eldobható profilom, akkor próbáljuk meg, hogy vajon mire fog kifutni ez a játék. Volt egy tippem, de gondoltam, hogy megmutatom nektek azért, hogyha ilyet láttok, és el vagytok keseredve, mert nem tudtok belépni mondjuk a Facebook fiókotokba, akkor azért nem menjetek bele ilyen dologba, jó? Majd meglátjátok, hogy miért nem. Az események felgöngyölítéséhez a telefonomat fogom segítségül hívni, ugyanis itt van rajta a chat NacroHack-kel, a híres NacroHack-kel, és hát valahogy így nézett ki a történet, nem fog mindent felolvasni, csak az érdekesebb részeket. Tehát írtam neki, hogy hello, elfelejtettem a jelszavamat a Facebookra, és már az e-mailembe sem tudok belépni, ugye ez egy standard megkeresés szokott lenni. Azt láttam egy videó alatt, hogy te tudsz segíteni. Szuper. Hát erre mondjuk úgy, hogy nem volt kultúrát a hackerünk, nem is köszönt vissza, csak annyit küldött, küldje el a Facebook fiókja linkjét. Úgyhogy oké, elküldtem a Facebook profilomnak a linkjét, már annak az eldobható profilnak, és kisvártatva jött is rá egy képernyőkép. Na most nézzük meg egy kicsit jobban ezt a képernyőképet, hova álljak, hogy meg tudjátok nézni, mondjuk legyen így. Tehát ide kiteszem a képet, ugye nézzek, mi látszik. Látszik rajta, hogy Kovács Ernő a név, akit próbál hackkelni. Ott van egy ID-ja, amit egyébként én küldtem neki, tehát az a profilnak az ID-ja. Ultimi hackelti. És látszik, hogy négyszer már próbálkozott a szoftver, 2%-nál tart, és minden zöld, tehát mindjárt biztos be fog jutni a fiókba. Na, szóval azért látjuk azt, hogy ez így kevésbé hihető. Persze azért rákérdezett arra, hogy Google Translate, ez a számla, igaz? Számla, account, tehát hogy ez a fiók. Írtam neki, hogy persze, ez minden le van privátra téve rajta, hogy ne lássák, de hogy minden sok adatomat, fényképemet ott tárolom, és nagyon fontos lenne, hogy visszakapjam. Erre aztán jött a válasz, láttam, 45 percig tart. Azért nem rossz, hogyha van egy ilyen programod, akkor 45 perc alatt be tudsz jutni bármilyen fiókba. Ráadásul úgy, hogy miközben futott ez a program, hát igazából én nem kaptam értesítést a Facebooktól, hogy valaki megpróbált volna egyáltalán belépni, akár egyszer rossz jelszóval, meg hát nem jött kétfaktoros hitelesítésre sem semmi. Úgyhogy egy kicsit nyugodt voltam afelől, hogy igazából semmit nem csinál az ember, csak velem csetel. Szóval írta, hogy 45 percig tart, hogy megszerezze a bejelentkezéseket. És aztán rátért a tárgyra, ez 100 euróba fog kerülni. Hát mondtam neki, hogy fontos a fiókom, úgyhogy meg is írtam neki, hogy oké, rendben van a 100 euró, kifizetem, amint sikerül belépni a fiókba. De hát nem lehet ilyen könnyen visszakapni fiókot, úgyhogy rögtön jött a válasz, hogy fizetnie kell, mielőtt aktiváltam a szoftvert, add meg az e-mail címet, hogy új bejelentkezésként használhassam. Úgyhogy megadtam neki egy másik eldobható e-mail címet, tessék barátom, próbálkozzál vele. És hát írtam neki, hogy figyelj, ha sikerült belépni, akkor légy szíves, adj nekem egy képernyőképet, hogy lássam, hogy beléptél a profilra, és már utalom is a lóvét. De hát ebbe hackerünk nem akart belemenni. Nem jutottam be, aktiválnom kell a szoftvert, mielőtt hozzáférnék. Aktivált kérlek, írtam neki, mire azt mondta, hogy oké.
megint leírtam, hogy amint látom, hogy be vagy lépve, küldöm a pénzt, küldj egy screenshotot, hogy ben vagy a profilomba, és nem kérj meg ott a belépést nekem, hiszen akkor te is hopon maradhatnál, csak lássam azt, hogy be vagy lépve, és csináljuk. Csináljuk így, és akkor küldöm a pénzt, de egyszerűen nem tudtam az emberünket meggyőzni. Folyamatosan csak azt mondta, hogy fizetnem kell, mire aktiválja a szoftvert, és hogy bízzak benne. Hát erre írtam neki, hogy bízz bennem, te is fontos a fiók, ugye nem kell a belépést elküldened nekem, csak lássam azt, hogy beléptél. De egyszerűen ez az ember hajthatatlan volt. Készen állt a fizetésre? A fiók a szoftverben van, csak aktiválnom kell, és ezen a lendülettel kaptam egy videót is, amit szintén megpróbálok majd ide kirakni nektek. Hát a videón az látszik, hogy megpróbál belépni egy kovács9410outlook.com című fiókba, és az sikerül is neki. Hogy nem, hát szerintem gyorsan regisztrált ő is egy fiókot, hogy meg tudja mutatni, hogy van egy másik Kovács Ernő, akinek a fiókjába bizony be tud lépni. Hát nagyon meggyőző volt ez így, azt kell mondjam. Úgyhogy írtam neki, hogy tök jó, de ez nem az én e-mail címem. Erre kis gondolkodás után azt mondta, hogy igen, tudja, ez egy klón csak a profilról az ő szoftverében, és mielőtt visszaadja nekem, hogy akkor fizessek, és akkor majd visszaadja az én fiókomat. És ez a hatakozás igazából ment továbbra is. Ideje fizetni. Ideje mutatni, hogy sikeres volt a belépés. Valahogy meg kell állapodnunk. Pénz helyett mit tudok küldeni a screenshotért? Ha van screenshot, hogy benn vagy, fizetek. De hogy tudok fizetni? Hogy mutassam meg, hogy elindult a pénz? Láttad a szoftveres videót, amit küldtem? Igen. Ha még nem áll készen, más munkákkal foglalkoznom kell. Fizetsz, aktiválom a fiókot, és hozzáférést biztosítok. Ez minden. Hát jó, oké, fizetek, de hogyan is tudnék fizetni? És hát itt jön egy kérdés, amin meglepődtem, mert teljesen idegen volt a kontextusból. Tehát megkérdeztem tőle, hogy oké, fizetek, de hogyan? Mire jött a kérdés? Hol vagy most? Na hát erre nem tudtam én sem releváns választ adni, úgyhogy hát írtam neki, hogy a szobámban anyujék lennézik a tévét. Nem értette a viccet, úgyhogy megkérdezte, hogy melyik országban vagyok. Írtam neki, hogy hát én bizony magyar vagyok, testvérem, úgyhogy online akarok fizetni. Hát nem is kellett sokat várni, igazából küldött egy linket, ahol tudok vásárolni, hát ez Steam-es ajándékkártyát 100 euró értékben, és hát volt olyan ügyes a kis hackerünk, hogy elküldött egy képet, hogy miután megvásároltam az ajándékkártyát, majd a rendszer kiír egy kódot, és azt fényképezzem be, küldjem el neki, és ez a kód, ez így fog kinézni. Gondoltam, hogy oké, akkor itt két dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy azt mondom neki, hogy figyelj, igazából én a számítógépen vásároltam meg, de az Instagram azok a mobilom van, és nem tudom, hogy a képet hogy lehetne átvinni, úgyhogy feltöltöttem a weboldalamra. És igen, itt regisztráltam egy ingyenes hosting szolgáltatónál egy próba weboldalt, és oda fölraktam egy kis Canary tokent. Ugye ez arra jó, hogyha valaki megnyitja az oldalt, akkor látom azt, hogy honnan nyílt meg. És hát elküldtem neki a linket, de mindig csak azt mondta, hogy nem, fotózzam be, de közben azért láttam azt, hogy elkezdik nézegetni ezt a csali oldalt. És az első 2-3 frissítés, amikor mondtam, hogy most nézd meg, most biztos, hogy publikus a kép, szóval az első 2-3 frissítés az mindig egy Google Proxy-s IP címről jött, tehát ő el volt bújva azért némileg proxik mögé, ám de egyszer csak kiesett a ritmusból, és egy standard nigériai IP címet kaptunk meg a Juba városából, úgyhogy mondtam is, hogy rendben van, akkor kedves nigériai barátom, beszélgessünk tovább egy kicsit. Szóval közötte az evet a karóhoz, hogy már pedig küldjek egy képet neki, úgyhogy mondtam, hogy jó, nem tudok képet csinálni, de bemásolom ide azt a kódot, begépelem, remélem, hogy jó gépeltem be, és hát adtam neki egy olyan kódot, megnéztem, hogy 15 karakterből kéne, hogy álljon a kód, úgyhogy próbáltam egy ilyet alkotni, kicsit ilyen leadspeak-esen, úgyhogy ha jobban megnézed azt a kódot, amit adtam neki, akkor ez nem más, mint hogy give me my profile, azaz add nekem a profilomat. Próbáltam egy kicsit játszadozni. Hát az emberünk megpróbálta ezt a kódot folyamatosan
beütni, és kérte, hogy ellenőrizzem le, mert nem működik ez a kód valamiért. Mondtam, hogy pedig ez a kód van, barátom, úgyhogy sorry, ezt adta a gép, és hát, na, szóval addig-addig kérte, hogy már pedig fotózzam be neki, hogy hát képzeljétek el, miután elküldte ezt a képet, gondoltam, hogy előveszem a jó öreg gimpet. Úgyhogy fogtam a gimpet, és átszerkesztettem ezt a képet, amit ő adott, és lett belőle egy olyan kép, ahol a kód ki van cserélve ugyanazzal a betűtípussal, ugyanazzal a mérettel, arra, hogy give me my profile, és hát ezt a képet elküldtem neki, befotózva, ügyesen a telefonnal, hogy mint ugye standard képernyő fotó lenne, és hát az ember teljesen összezavarodott, mondta, hogy nem érti ezt, ez biztos nem jó kód, mert nem fogadja a rendszer, és elkezdte küldeni a screenshotokat, hogy tényleg kírja neki a Steam, hogy hát hülye vagy barátom, ez nem van itt ez a kód. És hát ahogy ideges lett, azt írta nekem, hogy ne próbálj okosan viselkedni, ha nem állsz készen, menj. Én írtam, hogy kell a fiókom, akkor ha kell, veszek még egy kódot, hogyha kell, de tényleg adja nekem vissza, please, ezt a fiókot, és hát megkérdeztem tőle, hogy nem lehetséges-e az, hogy az én gépemet egy másik hacker esetleg meghackelte, és mikor a kódot lekértem, akkor gyorsan felhasználta azt, hát ellopták azt a kódot tőle, amit átküldtem neki, és értetlenül láttam a dolog előtt természetesen, ahogy ő is, mert nem értette, hogy még screenshotot is küldtem neki, egy fotót a kódról, és mégsem működik. Ez egyszerűen felfoghatatlan volt számára. Szóval dühöntünk egy kicsit, és a következő beszélgetés zajlott utána le. Esküszöm, a kód nem működött. Össze vagyok zavarodva. Ezt írta ő. Fuck. Na jó, a tesóm notebookjáról veszek másikat. Ez így már nem olyan olcsó. Kinek lehetek én célpont? Ugyebár. Hát nem vár sokáig az emberünk, írta is, hogy várjon, adok még egy linket. Nem hazudok, a küldött fotó miatt hiszek neked. Nem tudom, miért nem működött a kártya. Hát itt már kezdtem egy kicsit megsajnálni, és írtam neki, hogy figyelj, lehetek őszinte, tényleg, de ne haragudjon meg rám. És azt írta, hogy persze, kéri is, hogy legyek őszinte igazából vele, és hát itt próbáltam rávezetni, hogy hát kevés olyan hacker van, aki ilyen ügyes, mint ő, főleg ugye a Juba tájékán, Nigériában, nem vette a lapot, és küldött egy újabb kódot, hogy akkor azon keresztül fizessek 100 USD-t, és hát itt elkezdtem neki írni, hogy én nagyon szívesen beszélgetek egyébként ilyen hackerekkel, és egy komplett blogot meg lehetne tölteni ilyen tartalmakkal, és hát erre nagy mellényelő még mondta, hogy figyelj, megtanítok neked valamit. Alapvető hackerési készségeket. De nem ma. Na jó, hát én persze bármikor tanulok alapvető hackkelési technikákat, úgyhogy kérdeztem is emberünket, hogy jó, de mikor tanítatom meg, és hát ő azt mondta, hogy előbb fizessem ki ezt a 100 USD-t, és utána beszéljünk a többiről, ha megvan a fiók, most ez az elsődleges. De hát én nagyon szeretnék tanulni, így írtam neki, hogy én kifizetném egyben most előre azt is, és hogy mennyibe kerülne ez a tanítás, és beloptam neki egy összeget, hogy hát $500 körül lenne. Hát ő egy kicsit rálicitált, és azt mondta, hogy 700. Én meg úgy voltam vele, hogy hát azért ne legyen már 700, egyezünk ki 600 USD-ben. És hát azt mondta emberünk, hogy jó, akkor majd napi 2 órában, 3 héten keresztül tanítani fog alapvető hackerési technikákat, majd hogyha megérkezik az ajándékkártyája, ugyebár. Na most ezen a ponton rákérdezett, hogy beszélek-e angolul, mert hogy ő csak úgy tud tanítani, és írtam neki, hogy hát persze, hiszen éltem a Dzsubában egy ideig, és ott angolul kellett beszélni, hallottam már róla, és hát csak annyit mondott, hogy hát igen, hallott erről a helyről. És itt már próbáltam magamat teljes mértékben kiadni, de előtte gondoltam, hogy még felhívom a saját apám nevébe, hogyha szabad ezt mondani, mert az Instagramon lehet, hogy a hanghívást bonyolítani, és hát az emberünk fölvette. Hát próbáltam neki elmondani, hogy biztos ellopták ezt a kódot tőlem. I just sent you a link, now just click the link. Then pay with your credit or debit card. Then send me the photo of the code. Because the first code you sent is not working. I don't know why. Yeah, my daughter said that. So, to be honest, okay, I'm not proud of it, but she's bought some gift cards and those code looks used.
So you could not use it. It's not used. I didn't use someone else used it. No, not used. Invalid. It's not correct. I don't know why. I have double checked as my daughter did it. And it was the code what we get. So I think my daughter's computer was hacked and someone else used that code. So this is why I have called you. Okay. I don't know about that. You know, I asked her if she can send it through Western, you know, which is safe. That will be easier and safe, mm-hmm. You know. Okay. Yeah. Okay. Szóval a beszélgetés után nem bírtam tovább, és átküldtem neki a Canary Tokenről a képet, hogy ha-hó ember, itt az IP címed, meg minden, hogy kiadom magam, tehát rendes csávú vagyok én, nem lesz bajod, én is hacker vagyok. És továbbra is hajtogatta, hogy jó, de a kód nem működik, és egyébként meg majd a lányomnak, akivel gondolt, hogy eddig beszélt, majd megtanítal a fető hackkelési technikákat, és akkor mindent érteni fogok. Hát, srácok, ez egy hatalmas sztori volt, és innentől kezdve nem tudom, meddig próbáltunk csetelni, és gyakorlatilag teljesen leakadt a fickó itt, hogy nem működik a kód, pedig küldtem fényképet is. Hát, hogy, és mondtam neki, hogy figyelj, kamu kódot küldtem neked, jó? Tehát oké, kamu fénykép volt, és nem értette. Úgyhogy megkérdeztem tőle egy már angolul, hogy ő is leellenőrizte ezt a kódot, amit küldtem, és hogy beszéli-e ugye a Leadspeak nyelvet. Azt mondta, hogy őszintén szólva a kód hibás. Nem hazudok neked. Keresztény vagyok. Nem hazudok. Hát, itt már tényleg nem tudtam vele mit csinálni. Megírtam neki még, hogy próbáld meg kiolvasni azt a kódot így Leadspeakbe. Azt mondta, hogy nem beszél a Leadspeak nyelvet, csak az angolt. Úgyhogy hát próbáltam lefordítani neki, hogy az egyes az I betű, a hármas az E betű, tehát igazából a kód az, hogy give me my profile, de figyeljetek, leírtam neki, the code was give me my profile. Válasz? Nem vettél kártyát? Összezavarsz. Írtam neki, hogy tudom. De én tudok neked hozzáférést adni ez az accounthoz. Ember! Tehát tényleg, egyszerűen nem esett le neki, és ezzel már nem tudtam mit kezdeni. Mondtam neki, hogy oké, akkor adjál egy hozzáférést a saját profilomhoz, ember, olyan jó vagy. És hát itt visszaírta nekem ezt a Give Me My Profile-os kódot, hogy de hát nem működik, így nem tud nekem hozzáférést adni a profilomhoz. Mit lehet kezdeni ilyen emberrel, de tényleg? És azért ment még az izmozás, hogy persze, én fel tudom törni ezt a fiókot. Megleplek. Mondtam neki, hogy oké, barátom, mutasd meg, hogy be vagy lépve. Tudom, hogy kell megszerezni ezt a fiókot. Ez sokba fog nekem kerülni, de megszerzem. Én nem verek át embereket, ha nem tudod megengedni magadnak ezt az összeget, akkor megtartom magamnak az accountot. Úgyhogy itt már teljesen kiadtam magamat, és mondtam, hogy hey, ember, figyelj, etikus hacker vagyok. Igazából ezek a kommentek idegesítettek föl, és csak kíváncsiságból volt ez az egész, de nyugi, nem lesz bántódásod, csak hogy kíváncsi voltam, hogy mégis hogy működik ez az egész sztori. És itt egy kicsit beszélgettünk még, és hát megalapodtunk abban, hogy hát igen, tehát valójában a Facebookot ő sem tudja feltörni, de hogyha olyan az ember, akkor az ember ugye a gyenge láncem. Mindig, bár hát a képességi alapján, amit a chatből lejött, nekem úgy tűnik, hogy hát ezt így marketingből mondta, tehát nem hiszem, hogy ő képes lenne arra egyébként, hogy ilyet csináljon, főleg így, hogy az áldozat küld neki egy linket, és ő simán rákattint, meg egy rossz browserből kattint rá, és így látszik az IP cím. Szóval elkövetett egy pár olyan hibát, amit nem lenne szabad. Na de, lényeg a lényeg, hogy ti pedig ne kövessetek el olyan hibát, hogy ilyen Facebook feltörő hackereknek hisztek, mert hogyha kifizetitek azt az ajándékkártyát, vagy akármit, vagy amit én a valamelyik szolgáltatóval küldtek a lóvét, mondjuk Western Unionnal, nem tudom, akkor nagyjából annyi fog történni, hogy a lóvét az elmegy, és
nem kaptuk cserébe semmit se, maximum még egy üzenetet, hogy hú, be volt kapcsolva, nem tudom, a kétfaktoros, úgyhogy még dobjál rá 100 eurót, és akkor majd azt is megcsinálom, és akkor majdnem 100, hanem 200 euróval húznak le, tehát kb. Ennyi a történet mögötte. Jó? Úgyhogy, ahogy mondani szokás, ne légy barom, és vannak olyan módszerek, amivel a Facebook fiókodat visszaszerezheted, hogyha normális profilod volt, és ha normális ügyintézőhöz kerül a kérésed, amikor elküldöd, és ha gyors vagy, tehát hogy már fél éve nem férsz hozzá, és akkor próbálsz meg kapálózni, már sokkal kisebb esélyed lesz arra, hogy visszakapd. Na jó, köszönöm a figyelmet, legyetek jók, találkozunk jövő héten. Sziasztok!